Olyan rohanásban vagyok, jó reggelt, arany követő, arany rajongó, hát Jézusom, várj, hülye hajszárító, várjál már anyukám, lököm a hajat. Rohanok anyukám, hát hogy mi? Szúting van, édesanyám, szúting van. Figyelj, meg rohanok a fülészetet, mert ez még, vettem valami fülcseppet, de hát anyukám halottnak a szót, jó kell kinézni. Te, olyan ideges vagyok, hogy még. Most az van, hogy ezen a... Most figyelj, ide, segítened kell, ugye? Most már tényleg visszajött a régi profil. Ezt, amit itt csináltam kényszerből, ezt, hát nem lehet ennyi profil. Hát teljesen összezavarodik, követő rajongó. Cilla, which one is yours, ugye? Várjál, lököm föl az előkelőt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt, amin most itt ofázok, nagyon figyelj, nyisd ki füled, nyisd ki szád, szádat nem kell. Arra gondoltam, követő rajong, na, a dermaszt, az előke, te, a pupos. Csak ki ne lőjön, aki kilövi szememet. Szóval arra gondoltam, hogy mivel nem tudok ennyi profilt már menedzselni, a Sanyié, a Csaba alszóvonal, a Csaba pont, megőrülsz, megvadulsz, hogy mi lenne, ha ezt az oldalt, Jézusom, de fáradt a tekintete, hanem azt az oldalt a Bungie menedzselni. Szóval anyjuk, mondjál meg, mit szólnál hozzá, mert szóval Bungie-t ugyanúgy bekövetnéd, fölkövetnéd, megkövetnéd, mint engemet, vagy azt mondom, hogy ne jól húzzál majom. Diki ez már nagy szóller. Szóval, én követem, de na, mit szólsz hozzá, találjuk ki, jó? Itt mindjárt pool, szavazás, ki? Na ne tartsd föl, jaj, Istenem, te, és mondok a doktornőhöz, anyukám, itt lesz benne a fülembe valami, jaj, szájé. Anyukám, semmi komoly, egy apró fülgyullada, a Péterfi Sándor utcai előkelő kórházban voltam. Hát te figyelj már ide. Hát azt mondom, várjál már, ki kell lőni. Erzsikén maradjál ott, anyád úristen. Hallod, van valami ízé, gyógyszeres ízé a fülemben. De neked elképzelésed nincsen, hogy itt milyen körülmény. Figyelj, hát ez, először is bolyongasz 400 per ízét, itt nem lehet kimenni, ott nem lehet bejönni, ide, ki akartam rontani, érted, mint Zrínyi, itt nem tetszik tudni kimenni, ne haragudjon, nekem a főnök. Te... És ilyen, hát ilyen patkánycsapdák vannak lerakva, és egy konkrétan egy ilyen pincén keresztül jutsz el valahogy a doktornő. Hát figyelj, nem hiszem el. WC-papír nincs, minek? Ne haragudjál már, jó, hát ez jó pofa vagy. Semmi nincsen, anyukám, fűszenő, megőrülsz, megvadul. Én még ilyet, hát hogy mondjam neked finoman és előkelő, elegánsan. Hát ilyet még nem aztam, tudod azt tudom mondani? Hát én nem voltam vagy 15 éve Magyarországon korázat, legutóbb ide Monakóba voltam, de nem ilyen volt az alaksor. Figyelj, olyan vakolat nélküli részeken mész így le, föl, bunga, be, van egy doktor, érted, aki egy ilyen pincehelyiségben van, hát figyeljél már ide, hát ez valami egészen elképesztő. Teljesen, már ezt be kell dugnom, teljesen idegbe kerültem, a doktornő halálhelyes, meg már mindenki nagyon cuki, na de ez a kórház, te erre nem, ez nem kell erre, na minden, én nem tudom, nem akarok ebbe beleszólni, Jézusom, hogy meg vélemény, taka, véleményezni, de hát erre nem lehet, hogy kéne költeni. Mindegy, a Félix nyitva lesz, az a lényeg, Istennek hála, bármi van. Hát ezt nézd, kapasz, nézd meg, a Hősök tere, anyukám, nagy multi egy nemzet. Itt a izé, várj, ez nem a szép művészeti, a túl, ezt sose tudom melyik. Ez a szép mű, én most ide jövök. Hát ha mondom, nem értem ezt a egészet, nem nagyon értek én, te nem vagyok egy okos ember, de hogy tényleg ez is milliárdos, az is milliárdos, ennek is van izé, ott épül egy stadion, itt épül egy nem tudom, belvárosi izé, building, itt egy kastély, ki van, kastély, minden, de hogy WC-papír, mi előadnak WC-papír a kórházba, hogy vakolat, minek kéne vakolat, már hagyd kérdezzem már meg egy kórházba. Hát mi közünk, hogy figyelj, ilyen körülmények, én nem tudom, hogy ez miért tetszik az embereknek, hogy ezt így azt mondják, hogy jó, nem baj, maradjon így, így minden nagyon jó. Hát, pupos, várjál, szerintem nem jó helyen vagyok. Te itt el tudok kanyarodni? Vagyok a shootingon, már shooting van.
Jó pofa vagy, anya, gyógyszeres vattával a fülemben, de a termálvízbe izé bepuposította ott magát. Figyelj már, nagyon, ich habe eine Frage, meine Liebe, hogy a következőt akarom tőled megkérdezni. Hogy tehát van nekem ez az oldal, amit hála guadalupai szűznek, Allahnak, Jézus Krisztusnak és a Messiásnak is köszönjük meg, de főként anyukám a Facebookinak, hogy visszakerült ugye hozzám veletek együtt. És az van, a másik nagyon nagy pupos kérdés, ez véget, hogy a másik, amit ugye kényszerből, hogy veletek maradjak, megmaradt, hát ez nem lehet kettőt, anyukám, nem lehet két lovat megülni egy el, tudod jól. És arra gondoltam, hogy mit szólnál hozzá, hogyha a Benji megkapná, és vagyis, hogy a Benji menedzselni azt az oldalt. Érted, a Benjamin menedzselni azt az oldalt, érted? Ő pupusítani, hogy szavazzunk, meg kell szavazni. Érted, követnéd a Benjit ott? Mert érted, mégiscsak Cilla fan vagy, de hát a Cilla fan vagy, akkor Benji fan is vagy. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondaná. Szavazzunk, jó, nyom meg a gombot, figyelj, már lököm is ki a kérdést. Csí, pupos, gyorsan, na, rohanok ezt, gyorsan megcsinálom, és taka, 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 taka. Lepikám, a fejből legyen is beszínezben, jó Isten megáldja már. Igen, én úgy néz ki, hogy... Jaj, mintha lenne hajam, de szűrű. Anyukám, nagyon szépülünk, nagyon jó nézünk ki. László készíti a frizurát. A make-up az már aztán ragyog. Emöke, ide nézzél? Pifany, jój, nézed már. Tényleg, mint a tünde, úgy nézel ki. Két blanchett nézett így ki a gyűrűk urába. Tündemőke. Tudnád, milyen tündéremőke? Ja. Mikor ordít magán kívül. Nem vagyok hajlandó, mondd le! És ki van borulva, üzd meg a szát követő rajongó. Pif, készül az emő. Taka. Feketébe vagyok, halálosan élvezem, te. Most úgy érzem, hallod, hogy visszhangzik? Szóval tudnék misét celebrálni. És a te lelkeddel, a Jézus Krisztus nevében kijelenthetjük, hogy mindent megtettünk azért, hogy boldogok legyünk. Az Úr legyen te veled. Amen. Na milyen? Hát halál jó. Kéne misét csinálnom valami előkelőbe. Na, most puposkodom itt a szép művészet, mondjuk, fotózás. Hí. Van valami színpad. Mindenkit megkérek, tegye meg, amit gondolt. A szeretet vezéreljen téged utadon. Amen. Lököd föl. Ki vagy a mennyekben, áldott legyen a te méhednek gyümölcse, Krisztus. Így akarok, misszétszer. Mutattam, hogy mit. Mi is ez? Velencei szobrász, trónuló Madonna, taka. Folyamatosan puposkodjál végig, amen. Megőrülsz, megvadulsz. Itt van a Gergő, aki a képeket készíti, ő a fényképész. Áldott legyen a remélyednek gyümölcse, Gergely. Csóri, kicsinálok mindenkit. Ott van a főszerkesztő asszony. Halál komoly, vigyázzál, megőrülsz meg. Na nézd meg, milyen előkelő. Kellene itt több? Jaj, elnézést, nem tudom, mindenki katolikus-e, mint én. Na taka. Nagyon pupos a hely. Ezt várjuk az emőt, amit átöltöztetik már megint. Várja. Jó, jó. Ezek nincs ennyi hajam, csak úgy csináltak. Követőim és rajongóim, most a Szépművészeti Múzeumnak az alak sorában, hát egy pár műalkotást megmutatnék neked Ciprusról. Például, nézd, Ciprus kultúrák találkozási pontja. Parancsolja, föníciai, pun és ibér művészet, anyukám. Nézd meg, Cilla kultúrpercekben vagyol, meg egy egy Ashen Diamond cover shootingon vagyunk. De Ashen Diamond fog csinéznek, hogy kik elálltak. Anyukám, vége a papilétnek. Most már előkelőbe vagyok újra. Szépen. Állom, jaj, de nézzek az is. De pupos, azt mondja. Etruszk kerámiák. Nézd meg a rómaiak előtt. Az etruszk kor. Anyukám,
Figyelj, ha egyszer kinyitják, akkor tényleg ízé puposítsad ide magad. Nézd meg ezeket a büsztöket, ezek a kedvenceim. Na, nem kell neked Párizsba menni, hogy egy ilyet lássz. Nézd vagyok, nézd meg, anyukám, nézd. Ismeretlen filozófus büsztje. Minden büszt. És akkor itt a klasszikus ókor atlaszt, an atlas of classic antiquity. Nézd meg. Hát érdezem, ezt hívják a mediterrán kultúrának. Nézd meg. Kultúrá. Pif, anyukám, minden itt meg. Így előket, Nagy Sándor birodalma. Azt tudod, hogy ez Ragykó Macskó volt, csak mondom. Mőkének. Anyukám, olyan puposzító szülök van, hogy most én ezért ki akarom magamnak izélni, bincizni. Who did stuff, azt mondják. Nézem, hogy jó étvágyat, nézem. Nézem, hogy ebből csinos, nézem, egy zivanszik kabátot, olyan katonás. Úgy áll, érted rajta, mint katujban a gyerek, érted? Halál elő. Jaj, nektek van mit ennetek. De jó szar ez a fény itt nekem. Nézzek ilyen előkelő. Admirális. Jó, ugye, hogy admirális sós? Zivanszi, azt mondja, mindjárt mondom, mibe kerül. Ez a Heavenből, de azt hiszem, ez a Heavenből van? Heaven. Anyukám, tudod, milyen puposzító szűzlet, elájult. 599 ezer. Még jó, hogy jön a hideg, borzasztó, anyukám. Hát valamit föl kell venni. Megőrülsz, megvadulsz. Te, ott is úgy megyek be, tudod. Jó napot kívánok, hol vannak a leértékeltáruk? Hátul jobbra, kösz, és már ott is vagyok, taka. Nézze, Gárbó, Zivansi, na ezt nézze, ilyen pupos helyre hoz. A művészet a 16. század. Oda nézze. Ez pupos. Oda nézd ezt a goblányt. Nyugat-magyarországi festő, de milyen ez Szent Erzsébet? Oda nézzél. Cse, hát, itt ki, mi folyik ki Gyöngyös Patán? Hogy Zrínyi Miklós szigetvári hős. Hát itt, hát nem volt egy túl jó képű, vagy nem tudom, hogy te milyennek találod. És kifestette? Mindegy is. Itt van. Lőcsei orvos, anyukám. Milyen Spillenberger Sámuel. Azt nézd. És ő, csüvédem a Bátori Erzsébet. Szepességi festő. Anyukám, ez is valami Lőcsére. Mi minden történt Lőcsén? Hát nem hiszem el. Megyünk tovább. Kulturálódjál. Na, itt vannak az igazi puposítósok. Na, török ruhába, azt mondja, Gróf Palfi Franciska. És fölötte elég komoly bajsza van a nőnek. Ő viszont Károly Antalné, Harucken József arcképe. Na, itt egy nagy tabernákum, nem néz ki rosszul. Nézzek, törökös. Itt további puposítások folynak, ezt nézzek. Gróf Károlyi Ferenc arcképe. Tösi, nézd már meg, hogy milyen nagyban van magával. Ez meg kicsoda? Ez Báró Haller Erzsébet, nem tudom, hogy megismered-e. Alatta, meg a soproni Artner család. Na hát, édesem, van itt. Nézd meg már, mennyi minden van itt. Anya úristen itt, hogy ez ilyen előkelő. Na, anyukám, a Szépművészeti Múzeumban muszáj eljönnöd. Nekem meg taka van, anyukám, mert mindjárt rám. De ott kéne állnám, tétrehelyre befutok. Nézd, milyen jó az a Zsivansi kabát. Meg kéne tartani 6 kilóért. Édes Rákóczi Ferenc képet, nézd, második Rákóczi Ferenc, anyukám, ez tubba volt. Mányoki Ádám képe, anyukám, ez egy ikonikus képe rá. Szerintem még a Lovettán is ez van. Melyik pénzünk van a Rákóczi? 5000-es? 20000-es? 500-es bolt. Hát, anyukám, elég olcsó vagy, mit ne mondjak, 500-es. És ő, Mányoki Ádám önarckép. Na legalább az Ádám az jó nézett ki. Csasz meg. Nem tudom, mert nem kell taka.